Az 1970-es évek közepén a világ marihuána kereskedelme azért szorult háttérbe, mert egy másik kábítószer, a kokain jött divatba. Ennek az új és igen jól működő üzletnek a kolumbiai alvilág leghírhedtebb tagjai, Pablo Escobar, az Ochoa testvérek és a félig német származású, a nácizmus eszméit léptennyomon hirdető Carlos Leder voltak az úttörői. Az egymástól függetlenül tevékenykedő dél-amerikai drogbárók anyagi gyarapodásuk és társadalmi felemelkedésük érdekében szövetséget kötöttek, amely pár év alatt óriási drogbirodalommá fejlődött. Escobar hamar meghatározó alakja lett a medellini kartelnek. Az utcagyerekből lett drogbáró a kokaint mindig független gazdálkodóktól vásárolta meg, melyért a nagykereskedelmi ár 10%-át fizette ki. Hasonló nagyságú összeget perkált le a Perúból és Bolíviából származó nyers kokapaszta szállítmányok után is. Escobar mindig szigorúan ellenőrizte az őstermelők portékáit, annak minőségét, az adásvétel folyamatát és a hegyi transportokat. Lopás és dézsmálás esetén kegyetlen és lelkiismeretlen megtorlásra számíthatott az elkövető. El Patron, azaz a főnök, nem a megbocsátásáról volt híres. A nyers kokapasztát a lakott településektől jó távol több mint 300 dzsungel laboratóriumban dolgozták fel por alapúvá. A lopási esélyek csökkentése érdekében ezeken a több száz embert foglalkoztató farmokon a nőknek mindig fehér neműre kellett vetkőzniük. A részleges intimitásért cserébe ezek a lányok és asszonyok nem csak a kolumbiai átlagfizetés többszörösét kapták meg, hanem ingyen juthattak orvosi és gyógyszertári ellátáshoz, napi háromszori étkezéshez, gyermekeik pedig alapfokú iskolai oktatáshoz. Az egyik legnagyobb és leghatékonyabb bázis a perui határ mellett működött. A Tranquilandia nevű telephely 19 laboratóriummal és 8 leszállópályával rendelkezett. A dzsungel mélyén titokban felépített kisváros körülbelül 200 embernek nyújtott ideiglenes otthont. A medellini kartel az összes kolumbiai bázisán naponta több mint 15 tonna kokaint állított elő, amelynek végállomása többnyire az Egyesült Államok volt. Ahogy a kábítószer előállításában, úgy a kereskedelmi útvonalak kiépítésekor is a szervezettség volt a drogbárók sikerének kulcsa. Escobar és jobbkeze, a német gyökerekkel rendelkező Carlos Leder jól tudták, hogy az eredményes működésük érdekében nagyon jó gazdasági kapcsolatokat kell kialakítaniuk a nagyobb észak-amerikai városok bűnbandáival. Ennek érdekében nem csak a helyi alvilággal paktáltak le, hanem több amerikai politikust és a rendőrfőnököt is megvesztegették. Ez a Miami-ban tevékenykedő drogkereskedő, aki évekig üzletelt a medellini kartellel, és ma is aktív tagja a kokain kereskedelemnek, elárulja, hogy miként tudta Pablo Escobar termékeivel elárasztani az Egyesült Államokat az 1970-es években. Ha a drogot repülőgépen hozták be az országba, akkor ledobták a levegőből. Ha hajón, akkor csak kirakták a kikötőben. Lényegében minden elképzelhető úton be tudták hozni az árut. Még azt is megtehették, hogy alkalmanként csalit dobtak a zsaruk orra elé, annyira bővében voltak a koksznak. Hagyták, hogy a kormány lefoglaljon pár száz kilót, hogy közben egy másik helyen sokkal nagyobb tételben hozhassák be a drogot. Volt olyan eset, hogy 1500 kilót dobtak oda koncként a zsaruknak, miközben 5000 kilót tettek partra egy másik hajóról. Ez így ment hosszú évekig, anélkül, hogy lebuktak volna. Ezek műveletek is egyben, tehát az is lehet látni, hogy néha azért engedik be a kábítószert, mert ellenőrizni akarják a folyamatát, vagy esetleg ők maguk is átfordítják másrészt. Tehát ugye felvetődik például az amerikai politikának bizonyos szereplői esetleg nem részesedtek ebből a történetből, mert nyilván ezt nem lehet úgy végezni folyamatosan évtizedeken keresztül, hogy ezben ne legyen valamilyen érdek az adott országban. A politikusok megvesztegetése mellett persze a legfontosabb cél az volt, hogy Escobar és csapata megállapodjon a helyi bűnbandákkal. Escobar amerikai sameszei persze gyorsan megtanulták, hogy nem tanácsos megszegni a kartel szabályait. Ugyanis ha valaki megpróbálta átverni a kolumbiaiakat, El Patron mindig ahhoz az eszközhöz nyúlt, amit hazájában is eredményesen alkalmazott, a megfélemlítéshez.
Ha megszegted a szabályait, akkor az borzalmas következményekkel járt. Nem csak téged öltek meg, hanem a feleségedet, a gyerekeidet és a szüleidet is. Az ország legeldugottabb helyére is utánad mentek. Nem lehetett elbújni Escobar elől. Családok tucatjait mészárolta le. Így figyelmeztette az üzletfeleit, hogy nem ajánlatos újat húzni vele. A legkegyetlenebb módszerekkel végrehajtott gyilkosságok sakban tartották a bandák tagjait. Ennek a drákói szigornak köszönhetően tudta Escobar kartelje szabadon teríteni az áruját az Egyesült Államok területén. A nyugati parton Kalifornia, a keletén pedig Florida voltak a csempész szállítmányok legnagyobb beléptetési pontjai. A rakományokat leggyakrabban sportrepülőgépekkel vitték a kijelölt területekre. Egy Cessna típusú repülőgép nagyjából 1 tonna drogot tudott szállítani. A pilóták kiválasztásánál mindig fontos szempont volt, hogy jó helyismerettel rendelkezzenek, és ne legyenek szívbajosok, ha a hatósággal összetűzésbe kerülnek. Ilyen személy volt az árulásért és kettős ügynöki múltja miatt később kivégzett Barry Seal pilóta, illetve a kokain király jobb keze, a korábban már említett német gyökerekkel rendelkező Carlos Leder is. Leder kijárta az amerikai börtöniskolát, és ott tanulta meg azt, hogy hogy lehet nagy mennyiségű kábítószert Amerikába csempészni sportrepülőgépek felhasználásával. Ehhez megvásárolt egy szigetet, tehát annyi pénze volt már az utóbbi időszakban, hogy egy Bahama melletti szigetet vásárolt meg, oda a repülőteret épített, hatalmas leszállópályák és a nagy gépeket, nagy szállítmányokkal ott fogadta, ott szétpakolták és apró részletekbe sportgépeken utaztatták be az Egyesült Államok. Ha az amerikai és kolumbiai hatóságok a megtévesztések ellenére mégis lefülelték, elkobozták vagy megsemmisítették a csempészárut, akkor Escobar mindig kifizette a vevők, azaz az amerikai maffia és a helyi bandák kárát. Bár ez a nagyvonalú gesztus jelentősen csökkentette a kartel profitját, a nyereség összességében még így is messze meghaladta a lefoglalt szállítmány értékét. Úgy tűnik, hogy Pablo Escobar és csapata részletes üzleti tervet dolgozott ki, mielőtt megkezdte volna a drog becsempészését az országba. Biztos vagyok benne, hogy korábban már tesztelték a víz minőségét, rejtek helyet alakítottak ki a kokain tárolására, kiépítették az egész országra kiterjedő hálózatot, és felmérték a kokain iránti keresletet, és hogy milyen áron lehet azt eladni. Bár a kokain nagybani terjesztését a kolumbiai, a mexikói, a kínai és a fekete bandák végezték, a Dél-Amerikából származó kábítószer elosztásában szintén nagyon fontos szerepet játszott a Los Angeles-i magyar maffia is. Ennek az etnikai alapon működő bűnszervezetnek 2 jelentős csoportja is működött ekkoriban a kaliforniai nagyvárosban. Míg az egyik társulás a papírírószerkereskedelem álcája mögött próbálta a Wall Street farkasaihoz hasonlóan telefonos csalásokkal és korrupcióval léprecsalni hiszékeny vásárlóit, addig a másik banda sokkal keményebben játszott. Ők zsarolásokkal, betörésekkel, védelmi pénzek szedésével, pénzbehajtásokkal, gyilkosságokkal és kábítószerkereskedelemmel tartották rettegésben az angyalok városának lakosságát. Bár a két csoport a fekete és szürke gazdaság ellentétes oldalán és teljesen más súlycsoportban mozgott, származásuk mellett volt még egy közös szál bennük. Mind a két kaliforniai magyar bűnbanda nagyon szoros kapcsolatban állt az ekkor még a Varsói Szerződés kötelékébe tartozó magyar katonai hírszerzéssel, az MNVK-2-vel. Az amerikai sajtóban a 20. század legnagyobb kémbotrányaként emlegették, amikor a papírmaffia egyik vezetőjét az FBI rajta kapta, amint titkos NATO adatokat tartalmazó filmtekercseket vett át egy kettős ügynöktől. A kémkedésért elítélt, majd tettéért csaknem 9 évre Amerikában bebörtönzött Gyepes Gilbert Otto így emlékszik vissza a Budapestről megrendelt katonai titkosszolgálati akciójának kezdetére. Arról van szó, hogy például most kéne nekem egy bizonyos könyv, amit igen nehéz megkapni, ezt csak olyan tudja megkapni, aki amerikai állampolgár. Én akkor már gondoltam, hogy miről van szó.
akkor elmentem itt, egy különleges bankkiadó volt, és az én cégemre megrendeltem a könyvet. De én arra nem gondoltam, hogy ki fog jönni hozzám az FBI, hogy minek kell a könyv. És akkor valamit hazudtam, és akkor tudtam meg, hogy ez a pasi tulajdonképpen mivel foglalkozik. A főleg csalásokból élő papírmaffiának Bodnár György volt a vezetője. Gyepes Gilbert Ottohoz hasonlóan, bár az FBI őt is elkapta és börtönbe juttatta, 2,5 éves Rács mögötti büntetésének legelején Bodnár sikeresen kitört cellájából. Az amerikai nyomozók szerint a maffia vezér megszöktetését a magyar katonai titkos szolgálat szervezte meg és bonyolította le. Az igazságszolgáltatás elől menekülő Bodnárt csak jóval később Ausztriában tudták ismét elkapni a nyomozók és visszavinni tengeren túli zárkájába. Legális szabadulása után Bodnár Los Angeles-i háza a szocialista Magyarországról érkező ügynökök, katonai hírszerzők és fedésben dolgozó budapesti újságírók, azaz megbízható elvtársak és káderek egyik központjaként lett ismert. Gyárfás Tamás is egyébként nála vendégeskedett, Fenyő János is náluk vendégeskedtek ugye Los Angelesben, Fenyő János visszatért, és hirtelen, hát azért elég rövid idő alatt fölépítette a Vico birodalmát. Így ott is a rossz nyelvek, így is mondhatom, azt mondják, de azért ennél jóval többről van szó, hogy lehetett némi szerepe ennek az úgynevezett Los Angeles-i magyar maffiának abban, hogy Fenyő itthon elindította a Vicót. Guns N' Rosesnak a basszusgitáros az emlékirataiban, vagy emlékiratokban, önéletrajzi könyvében emlékszik arra az időszakra, amikor még nem futott be a Guns N' Roses, már volt a zenekar, de még nem profi zenekarként, és ő egy kelet-európai akcentussal beszélő melegítő nadrágos társaságban találta magát, mint melós, és hát egy nagyon furcsa dolgokat kellett csinálni, a furgonnal elmenni ide-oda, abból B-pontba. A lényeg az, hogy arra utalt a basszusgitáros, hogy hát bizony ez ilyen maffia volt, amelyik meg dolgozott, és kelet-európai akcentussal beszélt. A leírás és az, hogy papírírószerrel foglalkoztak, ez egyértelműen a magyar, a kelet-európai akcentus és a magyar szervezetbűnözésre utal. És nagyon vicces volt, mert amikor ki akart lépni belőle, mert kapott ugye, a Guns N' Roses lemezszerződést, és ott akarta hagyni, akkor félve hagyta ott őket, mert úgy érezte, hogy nem tud belőle kiszállni. A látszólag papírkereskedelemmel foglalkozó, de az Egyesült Államok katonai adataival is kereskedő csoport az Amerikában kétes úton megszerzett pénzét a lehető leggyorsabban mindig Németországba és Ausztriába utalta át. Innen a valutát a szovjet érdekszférába tartozó Magyarországra vitték át. Egyenesen ömlött hozzám a pénz. Én 3-4 havonként vettem ilyen money beltnek hívják, ami az inged alatt van pénzt, attól vittem át a pénzt Németországba. Németországba kinyitottam egy bankszámlát, és 3-4 hónaponként mentem, vittem át a cash-t. A cash-t úgy vettem ki, hogy csináltam egy hamis név alatt egy céget, ott mindent meg lehet csinálni. Az nem, hogy cégbíróság, ügyvéd meg ide, nem, bementem, és kivettem egy céget. És arra a cégre Joe Blow névre kivettem, kinyitottam egy bankszámlát, minden könyv nem volt kompjúter. Azt csinált mindenki, amit akart, vagy tudott. A ténylegesen maffiaként működő másik Los Angeles-i magyar bűnbanda tagjai korábban a budapesti éjszaka császárai voltak. Mivel mindegyik bűnöző rendőrségi megfigyelés és körözés alatt állt, így kémfilmekbe illő szökésüket ismételten a magyar katonai titkosszolgálat szervezte meg. Én úgy gondolom, már jelentős szerepet tölthettek be a titkosszolgálatok, hiszen egy részüket hamis útlevelével, hamis papírokkal látták el, és célzottan juttatták bizonyos országokba, utána felhasználni lehessen őket. Igazán kemény bűnözőkről van szó, akik kijutottak így Amerikába. A 60-as évek végén a már említett Szendrő István, és Simon Csaba, akik ellen itt folyt büntetőeljárás, majd ugye leléptek, és az Egyesült Államokba telepedtek le, igen, legálisan.
nagyjából őket lehet nevezni így a Los Angeles-i magyar maffia, 70-es években működő Los Angeles-i magyar maffia vezetőinek, Simon Csaba, aki irányító volt, Szendrőcsi az ilyen végrehajtó embere. A nagyobbik amerikai magyar bűnszervezet vagyonának jelentős részét a kábítószerkereskedelemből szerezte. Ők leginkább kokainban utaztak, melyet a kolumbiaiaktól szereztek be. A Simon Csaba vezette kaliforniai maffia és a Pablo Escobar irányította medellini kartel közötti gazdasági kapcsolat azonban ennél jóval többről szólt. A két maffiózó az Észak-Amerikában megszerzett vagyonát ugyanis rendszerint Magyarországon mosatta tisztára. Mindezt természetesen a pártállam tudtával, a katonai hírszerzés, az MNVK2 és több állami tulajdonú külgazdasági társulás az úgynevezett IMPEX-ek segítségével. Escobar is, illetve a medellini kartel és a Cali kartel is kötődött bizonyos mértékben ugye a magyar állambiztonsághoz, hiszen az Ochoa család, vagy az Ochoa testvérek pontosabban ugye itt mosták pénzüket tisztára, erre van dokumentum. A drogból származó pénzek tisztára mosásáért cserébe a pártállam természetesen vaskos jutalékot kért. Az így szerzett pénzt az államháztartási hiány betömködésére, a gazdasági válság mérsékelésére, illetve újabb katonai akciók, hírszerzési manőverek finanszírozására fordították. A valutára azért volt égetően szüksége a Kádár rendszernek, mert az 1956-os forradalom után Magyarország nemzetközi szinten elszigetelődött. A kommunista ellenes szabadságharc leverése miatt a magyar pártvezetéssel kevés állam állt szóba. Az MSZMP-nek így bármi áron pénzt, főleg devizát kellett szereznie frissen visszaszerzett hatalma megszilárdítása érdekében. Budapest ebből a fekete piacon beszerzett pénzből akarta finanszírozni a lakosság fogyasztási igényeit is. Az elvtársak ugyanis hamar megtanulták, hogyha a boltok polcai megrakottak és bőséges az áruválaszték, akkor az emberek teli gyomorral nem fognak ismét fellázadni a rendszerük ellen. A legvidámabb barak biztonsága, a gazdagodás lehetősége, a látszólagos különállás érzete ráadásul így büszkévé, elégedetté és Közép-Európában egyedüliként jól lakottá is tette a kádári kisembert. Ez volt a magyar gulyás kommunizmus lényege, kvázi az esszenciája. 56 után a Kádár rendszernek a megszilárdulásában is ezek a kábítószerpénzek fontos bevételi forrás jelentettek. Azon kívül, hogy ők ellátták a Honvéd vezérkar hírigényét, még két fontos másik feladatot is el kellett, hogy lássanak, és az egyik ebből a valuta kitermelés volt. Ki kellett termelni jó sok valutát, hiszen azzal elég szűkében álltak a magyar gazdasági és kereskedelmi szervek, ezért volt szükség az IMPEX-eknek a kell való kapcsolatra, és a másik pedig a csempész tevékenység, hiszen akkor már ugye a hidegháborúnak a lecsengő ágában megjelenik a kokomista. A magyar alvilág királyának tartott Markó Béla a 80-as évek elején csatlakozott a kokain kereskedelemben utazó kaliforniai magyar maffiához. A nehéz fiút a Los Angeles-i bűnszervezet vezetője, Simon Csaba csempészte be az Egyesült Államok területére, amelyben persze ismételten segített neki az MNVK2. A nagyon agresszívnek tartott Markó hamar megpróbálta új alvilági családjánál átvenni a vezetést. Egy anyagi természetű vita után össze is szólalkozott Simon Csaba ütőemberével, Szendrő öcsivel, akit a vita hevében nemes egyszerűséggel kivégzett annak Beverly Hills-i villájában. Igen, az én pénzem, igen. Persze, persze, mert miről van szó? Arról van szó, hogy nekünk meg a munkánk de az a ti dolgot, hogy pénzt kell sem. Igen, mert igen, neked, igen, csak így, neked. Nekem, igen, persze, erről volt szó, mindig ez. Faszomban az Markó azt állította, hogy önvédelemből ölt, nagyon tanúk sem voltak, akik ezt cáfolni tudták volna, és végül szabadon engedte őt a rendőrség, egy rövid őrizet után. Aki a szabaduló papírját aláírta, az egyébként az ember volt, akit aztán 8 évvel később
ő megölt abban az étteremben, tehát ez egy ilyen érdekes véletlen. Amikor az amerikai rendőrség egy heves tűzharcot követően lefoglalta a Kolumbiából érkező sportrepülőgépet, akkor a csomagok átvizsgálása után Jane Heslip már tudta, hogy a kokainnál gyakoribb, a heroinnál pedig sokkal népszerűbb droggal van dolga. Ezt a fehér port úgy hívták, hogy metakvalon. Ez a mesterséges úton előállított vegyület a széles körben használt Qualud nevű idegnyugtatónak, izomlazítónak és álmatlanság elleni gyógyszernek volt a legfőbb alapanyaga. Bár a Ludnak is becézett tabletta legálisan is kapható volt Amerikában, a kedélyjavítót csak orvosi vény bemutatása után adták ki a patikusok. Megvesztegetés útján persze egyes doktorok $100 cserébe már kiállították a receptet. Ám a gyógyszertárak tömeges rendelései miatt ez a kiskapu hamar feltűnt a drogellenes hivatalnak is. Az egyre szigorúbb gyógyszertári értékesítés miatt a fogyasztók így előbb-utóbb kénytelenek voltak az illegális úton. A Pablo Escobar és Carlos Leder csempészhálózata segítségével az Egyesült Államokba bejuttatott pszichotrop drogot használni. Ez a kémiai drog nem csak minőségében, hatóanyagában, hanem küllemében is teljesen azonos volt a Qualuddal. A DEA számításai szerint a 70-es évek végén a világ metakvalon gyártásának 90%-a már csak illegális úton volt beszerezhető. Azaz 100 tablettából csak 10 származott amerikai gyógyszergyárakból. A nyomozók becslése szerint ez évi 40 millió illegálisan becsempészett tablettát jelentett. Vannak jelentések ezzel kapcsolatban, ugye amerikai kongresszusi jelentések, hogy ez mekkora mértékű volt, ugye 78-79-es jelentések vannak meg, ugye itt 20 tonnás évi mennyiségekről lehet beszélni. A metakvalon azért volt népszerű a tengeren túlon, mert alkohollal vegyítve úgy okozott fél óra alatt részegséghez hasonló tüneteket, hogy közben felpörgette a nemi vágyakat is. Egy tabletta állítólag 8 pohár viszki erejével ért fel. A combnyitónak is nevezett szer persze onnan is ismerős lehetett a detektívnek, hogy Hugh Hefner, a Playboy alapítója előszeretettel adagolta ezt a szert a neki dolgozó lányoknak. A nyuszik csak ezeknek a tablettáknak köszönhetően tudták levetkőzni gátlásaikat, és olyannyira megnyílni a koros aranyifjú előtt, hogy megengedjék neki testi közeledését. Kitárulkozásukat címlapos képpel honorálta az örök Playboy. A metakvalonra szintén istenként tekintett fel a Wall Street farkasaként elhíresült Jordan Belfort tőzsdeügynök is, aki rendszerint Qualud tablettákkal ütötte ki magát. Módulatában gyakran tartott vele több száz alkalmazottja is, akikkel sikeres tőzsdei csalásaikat többnyire csoportos orgiákkal fejezték be. Szintén ezt a hamisított gyógyszert adta Roman Polanski világhírű filmrendező annak a 13 éves áldozatának is, amelyet a hivatalos pszichiátriai vizsgálatok során nagy nehezen, de beismert. A megrontási ügy miatt az amerikai bíróság bár börtönbüntetést kért a rendezőre, Polanski az ítélethirdetés előtt pár órával Franciaországba menekült, ahonnan azóta sem tért vissza a tengeren túlra. Bill Cosby humorista is a metakvalonnal kábította el azokat a pályakezdő színésznőket és modelleket, akiket utána rendszerint megerőszakolt. Eddig csak nem 70 nő állította a filmsztárról, hogy ezt a kémiai port szórta a kávéjukba és italukba, hogy aztán kihasználhassa az így adódó lehetőséget. Amennyivel népszerűbb volt a kokainnál és a heroinnál a metakvalon, annyival pusztítóbb is. Évente átlagosan 6000 amerikai fiatalt ölt meg ez a szer. Aki nem halt bele a Qualud túlzott használatába, annak vese és májkárosodásokkal kellett számolnia. Vizsgálatot folytattak, és akkor derült ki, hogy ez a metakvalon, ez tulajdonképpen illegális úton került be az Egyesült Államokba, és a vizsgálatok be azt igazolták, hogy ez Kolumbiából érkezik ez az anyag. Persze a DEA nyomozása nem volt egy sétagalop. Jane Heislip ugyanis eleinte sehogyan sem jött rá, hogy a medellini kartel honnan szerzi be a gyógyszergyári minőségű metakvalont. Csak egy dologban volt biztos,
Az évi 2 milliárd dolláros üzlet nyomai Kolumbiába vezettek. A DEA harmadik embere és társai így felvették a kapcsolatot a kinti hatóságokkal, akik az amerikaiakat több felszámolt dzsungellaboratóriumba vitték el. A nyomozás során itt hamar kiderült, hogy sem a medellini kartel, sem a dél-amerikai ország vegyipara nem képes kvalódot előállítani. Az illegálisan terjesztett gyógyszert ők is beszerzik valahonnan. Sokan megfeledkeznek a kvalúd okozta problémákról, pedig ez a szer nagyobb gondokat okozott nekünk, mint a heroin vagy a kokain. Az emberek a mai napig elcsodálkoznak, hogy miért nem találkoznak már ezzel a droggal az utcákon. Azért, mert legyőztük a drogkereskedőket. A DEA első dolga az volt, hogy vezetésemmel Kolumbiába utazzunk, hogy ott találjuk meg azokat a bizonyítékokat, amelyek megmutatják a por valódi eredetét. Eltartott egy ideig, de végül Barranquilla dokjainál sikerült néhány olyan dokumentumot megszereznünk, amelyek valóban az anyag eredeti forrására utaltak. Minden nyom Magyarországra vezetett. Magyarország a két világháború közötti időszakban lett a világ egyik legnagyobb morfium előállítója. Ez a siker Kabai János felfedezésének és Sárkány Mihály növénynemesítésének volt köszönhető. A találmánynak az volt a lényege, hogy a bódító erejű mágtejet, azaz a nyers ópiumot nem az érett mággubóból bemetszés útján, hanem a kicsépert növényi szárból vonták ki. A forradalmi eljárás hamar világhírűvé tette a direkt erre a célra alapított gyógyszergyárat. Bár a kommunista hatalomátvétel során a feltaláló tiszavasvári cégét is államosították, az Alkaloida továbbra is gyártotta a morfiumot. A különbség csak annyi volt, hogy a firmát már nem a piacgazdaság törvényei, hanem a szovjet tervutasításos rendszer szerint működtették tovább. Az erőltetett gyártás miatt Magyarország 1958-ban már a világ gyógyászati morfin termelésének csaknem a felét állította elő. A termelői rangsorban a második helyen topogó Hollandia csak fele ekkora mennyiséget tudott produkálni. Nem csak a gyártásban, hanem a kereskedelemben is élen járt Budapest. Míg az 50-es években a nemzetközi morfium kereskedelemnek alig az egynegyedét bonyolították le a magyarok, addig a 60-as évek elején már csak nem a felét. A kimagasló gyártási számok és a legálisan lefolytatott magas eladási adatok tükrében döntötte el a Magyar Szocialista Munkáspárt legbelső köre, hogy az Alkaloidában előállított morfiumot és az ebből előállított heroint illegális úton is elkezdik értékesíteni. Terveik szerint kezdetben Nyugat-Európában, később pedig a tengeren túlon. Mivel a párt gazdasági szakemberei ekkoriban engedélyezték, hogy a Pablo Escobar, az Ochoa testvérek és a Carlos Leder irányította kolumbiai kartel csinos jutalékért cserébe Magyarországon mossa tisztára a pénzét, így a csempészek megtalálásával nem kellett sokat bíbelődniük. A nagyszabású illegális állami drogcsempészet első lépéseként Magyarország azonnali hatállyal kilépett a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezetből, az Interpol kötelékéből. Erre a lépésre nem csak azért volt szüksége a pártnak, hogy lebukás esetén a külföldi nyomozóhatóságok ne tudjanak majd információkat követelni Budapesttől, hanem azért is, hogy az ország vezetőit nemzetközi szinten ne lehessen számon kérni és jogi úton elítéltetni. A morfium és a heroin csempészését bár az állampárt ismételten a katonai titkosszolgálatra bízta, a terjesztésbe már bevonta a civil személy és teherfuvarozó cégeit is. Bár minden jól elő volt készítve, az első külföldi lebukásra 1962. november 23-án került sor egy előre nem látható és kiszámítható tragédiának köszönhetően. Ezen a napon zuhant le ugyanis a malév Budapest-Frankfurt-Párizsi járata a Le Bourget repülőtér mellett, ahol a géproncsai között a francia rendőrség hamar megtalálta a magyar állam illegális drogszállítmányának nyomait. Jelen esetben több tonna félig megégett, szintiszta tiszavasvári heroin.
A párizsi szakértők szerint az utasszállító a drog túlsúlya miatt zuhanhatott le. Lezuhan a repülőgép, a Malévnak a járata, és akkor a francia hatóságok vizsgálódnak, hogy ugye miért így zuhant le ez a repülőgép, és a vizsgálat során tapasztalják azt, hogy a heroin kábítószer nyomaira bukkantak, konkrétabban a heroin nyomaira bukkantak a repülőgép roncsai között. Azt gondolom, hogy elmondható, hogy ezek a malévos vezetők is, ez a csempésztársaság is nagyjából érintetetlennek tűnt. Miért is lehet volna az, hiszen a szovjeteknek dolgoztak, közvetve vagy közvetlenül, ennél nagyobb védettség nyilván abban az időben nem kellett. Bár a francia rendőrség hamar felgöngyölítette a Budapestre vezető szálakat, a párizsi nyomozók nem sok mindent tehettek. Magyarország már nem volt az Interpol tagja, ráadásul a keleti blokkba tartozott. Ettől függetlenül az MNVK2 öngyilkosságba üldözte Fehér Sándort, a vadászatokat is lebonyolító Erdélyt vezérigazgatóját, akinek az lett volna a feladata, hogy a Franciaországban eladott kábítószer ellenértékét nemesfémre váltsa át, és azt trükkök százaival Magyarországra becsempészze. A párt a malév párizsi tragédiájából okulva és a későbbi lebukásokat elkerülendő hamar taktikát váltott. Az új terv egyik kidolgozója Sárközi Sándor vezérőrnagy, az MNVK2 a katonai hírszerzés feje volt. A kormány megbízta az újpesti kinoin gyógyszergyárat, hogy kezdjék el a világ legelterjedtebb és legnépszerűbb drogját gyártani. Ez a szer a korábban már bemutatott metakvalon volt, amely, mint láttuk, különböző nyugtatók, főleg a kvalúd nevű pirula alapanyagául szolgált. A budapesti gyártás beindítása azért is volt érdekes, mert a metakvalon Magyarországon sohasem volt forgalomban, nem is törzskönyvezték. A licencjogot is úgy kapta meg Magyarország, hogy a kémiai vegyületet csak a szocialista országokban forgalmazhatja, amit a dunaparti elvtársak persze nagyvonalúan figyelmen kívül hagytak. Pár év elteltével a magyarok már a világ metakvalon gyártásának 78%-át állították elő. Persze illegálisan. Volt egy magyar gyógyszer, aminek a metakvalon volt az alapanyag, de igazából nem forgalmazták. Tehát ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy fedésre szolgált. És hanem teljes egészében exportálták, illegális úton juttatták ki különböző nyugat-európai és észak-amerikai helyszínekre. Ennek egyik ilyen fő közvetítője ugye a Medimpex volt, magát a terméket pedig a kínaiban gyártották amerikai licenc alapján. A malév párizsi járatának tragédiájából és az ebből fakadó első nemzetközi lebukásból okulva Sárközi Sándor és az alátartozó katonai hírszerzés nagyon kreatívan szervezte át a csempészési útvonalaikat. Mivel a hírszerzés tudta, hogy a nyugatiaknak minden gyanús, ami a keleti blokkból származik, így már az 1956-os forradalom és szabadságharc levelése után egy évvel a magyar pártvezetés alapított egy gyógyszergyárat a semleges Svájc területén Labatec Pharma néven. A Csaplár Gyula vezette genfi székhelyű Labatec csak fedőcégként működött. Tényleges gyógyszergyártás nem volt az üzemben. Az álca annyira jól sikerült, hogy Budapest évről évre megduplázta a világ legnagyobb drogpiacának számító Egyesült Államokba csempészett kvalúd gyógyszerszállítmányainak mennyiségét. A tengeren túlon szép lassan eluralkodott a káosz. A magyar heroin és metakvalon az amerikai álom része lett. A bűnözés felerősödésével az Egyesült Államokban mindennapos lett a terror. Riasztó mértékben érkezik illegális úton hazánkba a kokain, amit 4-5 millió honfitársunk használ rendszeresen. Fél millió amerikai heroin függő. Minden 12. ember rendszeresen fogyaszt marihuánát. A rendszeres kábítószer használat még magasabb a 18-25 éves korosztálynál, akik valószínűleg most lépnek be a munkaerőpiacra. A szívható kokain, más néven crack, járványként terjed hazánkban. Ez egy olyan pusztító és gyakran halálos anyag, amely teljesen felőrli használóit. A kábítószer használat mindig ártatlan áldozatokkal járó bűncselekmény. Sokak élete és biztonsága forog kockán, amikor a drogot használók ipari berendezéseket kezelnek, vagy autóba ülnek és kihajtanak a strádára. Kormányunk kábítószer ellenes harca évi 60 milliárd dollárba kerül önöknek.
Az amerikai álom magyar szétverése jó ütemben haladt. Míg Magyarország 1978-tól legálisan 5 tonna metakvalont adott el évente Washingtonnak a Medimpexen keresztül, addig párhuzamosan 25-30 tonna kvalúd alapanyagot csempészett be Budapest a svájci cégén keresztül illegálisan az amerikai fekete piacra. Ebben a nagy manőverben a magyar titkosszolgálatok hatalmas üzletet bonyolítottak le. Éves viszonylatban 5 millió dollárnyi legális szintetikus kábítószert adtak el az Egyesült Államokba, és mellette 5-szörösét, 25 millió dollárnyit csempésztek ki illegális csatornákon. Ma már jól ismert a vörös narkó szállítási útvonala és a rendszer infrastruktúrája is. Az újpesti kinoin gyógyszergyárból származó pszichotrop drogot először a magyar fővároshoz közeli Szentendre kisváros laktanyáiba szállították, hogy az MNVK2 emberei a drogot tartalmazó dobozokat nyugodt körülmények között pakolhassák át a nemzetközi fuvarozásra alkalmas civil kamionokba. A tökéletes fedés érdekében a katonai hírszerzés nem csak a Hungarokamion járműparkját vette igénybe, hanem annak osztrák és olasz leányvállalatainak nyerges vontatóit is. Természetesen a nyugati rendszámú teherszállítókat szintén az MNVK2 polgári ruhába öltöztetett katonai hírszerzői vezették. A drog átjuttatása Ausztriába többnyire nem ütközött problémába. A politikailag semleges Bécs szinte mindenről tudott vasfüggöny ide vagy oda. Az osztrákoknak elemi érdekük volt, hogy ők is anyagi haszonhoz jussanak a tengeren túlra irányuló magyar állami drogcsempészetből. Ne szólj szám, nem fáj fejem, tele a zsebem, volt a császárvárosi politikusok mottója. Ha a határátkelőn mégis valami gigszer lépett fel, akkor a sofőrök vagy lefizették az osztrák határőröket, vagy csak egyszerűen semlegesítették őket. Ugye látjuk, hogy Ausztria például bennem volt majdnem minden magyar, nagy magyar csempészés ügyben, mert ugye Bécsbe vezetnek a szálak, szinte minden esetben átvezetnek Bécsbe is a szálak, ha pontosabban akarok fogalmazni. Ez nyilván az osztrák titkosszolgálat és az osztrák kormány nélkül nehezen működhetett volna. Tehát Németország szintén rendkívül gyakran szerepel ezekben az iratokban. Ebből következően ott rengeteg pénzt helyeztek el és mostak tisztára. Ugye Svájc mellett az egyik legismertebb ilyen paradicsom volt akkor abban az időszakban. A metakvalon Ausztriából a magyar tulajdonú Svájcban működő Labatec Pharma gyógyszergyárba került. A szállítmányt először itt átcsomagolták, majd a kamionok rakterében jól eldugták. Ezek a termékek aztán ugye Labatec Pharmahoz kerültek a kinoinból, és ugye Labatec Pharma az pedig ugye rá egy legális volt, de a Svájcban nem kellett nyilvántartani a gyógyszereknek a mennyiségét, tehát ugye az egy visszaélésre adott lehetőséget, és akkor ott el is tűnt, és aztán utána innentől kezdve már illegálisan került ugye Hamburgba, és onnan pedig az Amerikai Egyesült Államokba, a kolumbiai kartelen keresztül, mint kiderült. A sofőrök a szert vagy Hollandiába, vagy Nyugat-Németországba szállították. Ha Antwerpenből indították el az árut, akkor a végállomás általában Kanada volt, ahonnan a nagy tavak mentén csempészték be a vörös narkót az Egyesült Államokba. Ha a német útvonal realizálódott, akkor a Budapesten előállított drogot Hamburgba vitték. Itt Pablo Escobar munkatársa, a Medellini kartel második embere, Carlos Leder drogbáró és emberei vették át a szállítmányt. Bár a kolumbiai mafiózó náci szimpatizáns volt, sőt, az apja a harmadik birodalom egyik nagyra becsült mérnökeként volt ismeretes, a busás haszon reményében a magyar kommunistákat nem nagyon zavarta és foglalkoztatta a politikai szembenállás. Az MNVK2 ügynökei gyorsan le is paktáltak a világháború után a kommunizmus elől Nyugat-Németországba menekült magyar szélsőjobboldali disszidensekkel és a helyi német bűnözőkkel, akik mindannyian jól ismerték Carlos Ledert és az apját. A Ledernek ott egy újfasiszta maghoz volt kapcsolódása, és onnantól kezdve szerintem nem volt nehéz ezt a kapcsolatot kiépíteni. A német újfasiszta kapcsolatain keresztül szervezte
Svájcból vagy Németországon keresztül a szállítmányokat Kolumbiába. A megállapodás szerint a kolumbiai kartell által az Egyesült Államokba csempészett magyar orvosi morfium, heroin és metakvalon után járó hasznot elfelezte a két fél. A megállapodás mindenkinek jól jött. Pablo Escobar a piaci árnál olcsóbban jutott gyógyszergyári minőségű tudatmódosítókhoz, a magyar állam pedig végre rengeteg valutához jutott. Ennek volt egy piaci értéke, tehát kedvő olcsóban szerezték meg, és ugye meg volt határozva az, hogy itt is ugye hálózati személyeket alkalmaznak az eladáshoz, tehát ugye nem közvetlenül a rendőrség vagy az állambiztonság adja el ezeket a termékeket, hanem olyan emberek, akik ugye a szervezett bűnözéssel kapcsolatban hozhatóak, és akkor mindenkinek megvolt a maga részesedés ebből a történetből, de akkor úgy tűnt, hogy az adatok akkor azt mutatták, hogy a fele a nyerességnek. Mivel Budapest mai árfolyamon számolva évente 58-70 millió amerikai dollárt kapott a kolumbiai kartelltől a leszállított metakvalonért, így a magyar katonai hírszerzés nem bízott semmit sem a véletlenre. A drog útját folyamatosan végigkövették a hamburgi berakodástól kezdve a kolumbiai Barranquilla kikötőben lebonyolított átrakodáson át a Mexikóváros mellől elindított sportrepülőgépek elindításáig bezárólag. Valószínűséggel ezt nem hagyták felügyelet nélkül, tehát biztos, hogy fedett, vagy egyéb módon szerintem fedett státuszban biztos, hogy nyomon követték a teljes szállítást és az elszámolást is, mert általában nem szokták ezt a véletlenre bízni. Magyarország mindenhol jelen volt ezekben az országokban a katonai hírszerzés is, tehát a kolumbiai nagykövetség, a mexikai nagykövetség, különböző kereskedelmi kirendeltségek váltak révén ott voltak, jelen voltak, úgyhogy logikusnak tűnik az, hogy azt feltételezzük, hogy ők részt vettek, így nyomon követték ennek az árónak a mozgását. A hatalmas jövedelemmel járó akciót persze nem lehetett eldugni a szovjet testvérek orra elől. Moszkva nem csak mindenről tudott, hanem minden titkos magyar katonai akcióról és csempészésről jelentést és jutalékot is kért. Ők a magyarok által kikapart drogpénzeket katonai beszerzéseikhez, az Afganisztán elleni háborújukhoz, illetve a KGB további nyugatellenes titkos szolgálati akcióihoz használták fel. Pablo Escobar és Carlos Leder a vörös narkóból származó pénzt sohasem közvetlenül utalta át a magyaroknak, hanem pénzmosó csatornákon keresztül. Nem direkt beérkezett ez a pénz, hanem pénzmosó csatornákon keresztül több cég beiktatása, már csak azért is, mert a Legdernek a tevékenységét, mint ahogy az Escobar tevékenységét, a világ legnagyobb titkosszolgálatai és bűnügyi hatóságai górcső alatt tartották, tehát ami pénz tőle elindult, azt ha tudták, lefogadták. Nem csak a csempészetben, hanem a pénzmosásban is sokat vállalt magára Ausztria. A Magyar Nemzeti Bank direkt a kábítószerpénzek sokadik átmosása miatt alapította meg Bécsben leányvállalatát, amit aztán igen érdekes módon fel is számolt évekkel később. Az egyik oka annak, hogy az a bank egyáltalán működött, az pontosan az volt, hogy azon keresztül finanszírozták meg állítólag a szovjet blokk titkosszolgálatainak jó pár akcióját, külföldi manőverét. Most, hogyha ez egy irányban működik, akkor nagy valószínűséggel működhetett visszafele is. Persze nem csak a Magyar Központi Bank, hanem az osztrák állami pénzintézetek is beszálltak az óriási bizniszbe. Amikor a 70-es évek végén elkezdték a budapesti és balatoni szállodafejlesztéseket, akkor látszólag azt osztrák hitelkeretből valósították meg. Az igazság azonban az, hogy a 300 millió amerikai dollárból felépített Fórum, Hyatt, Budapenta, Novotel és Taverna szálloda, a budapesti kongresszusi központ, a Ferihegy 2 A-terminál, illetve a modernizált Flamenco, Hungária, Baker Radisson, a Soproni Lővérhotel, mind a kínaiban legyártott, a kolumbiai kartell által megkeresett drogpénzből valósult meg, és nem osztrákból. A 70-es évek a szállodafejlesztési osztrák hitelből történik, és ugye kiderül, hogy egy osztrák pénzintézet, akkor állami tulajdonú pénzintézet
ben kezelik ezeknek a pénzeknek a jelentőség, a csempészpénzek jelentős részét, illetve ugye a magyar szállodafejlesztések is ugye ennek a banknak az egyik leányvállalatán keresztül történnek. Jane Hunslip nyomozásának köszönhetően az amerikai kábítószer ellenes hivatal, a DEA 1981-ben jutott el Magyarországra, ahol azonnal elkezdték a magyar belügyi és katonai szervekkel a tárgyalásokat. Hunslip két lehetőséget ajánlott fel a magyaroknak. Az egyik út az volt, hogyha Budapest nem áll le a droghatású gyógyszerek csempészetével, akkor Washington nem csak azt intézi el, hogy Magyarország ne kapjon semmilyen nemzetközi hitelt, hanem mint terrorizmus támogató állam Szíriával és Líbiával egy szintre kerüljön, amely komoly retorziót jelenthetett. A másik út azonban mind a két félnek gyümölcsöző lehetett. Ha Kádár János népköztársasága felhagyja csempészettel, akkor a keleti blokkban egyedüliként a magyarok kaphatják meg a legnagyobb amerikai kereskedelmi kedvezmény jogát, illetve a Varsói Szerződés tagállamai közül csak Budapest vásárolhat majd részlegesen olyan kokomlistás termékeket, amelyekre a keleti blokk többi tagállama még álmában sem gondolhatott. A kokomlista miről is szólt? Arról szólt, hogy az Egyesült Államoknak a kongresszusa hozott egy olyan döntést, hogy a volt szocialista országokat, elsősorban a Szovjetuniót technikai hátrányba kell helyezni azáltal, hogy nem jutnak hozzá bizonyos számítástechnikai, hírozástechnikai eszközökhez, amik katonai célokra felhasználtak. Természetesen ez utóbbi lehetőség mellett döntöttek az elvtársak. Ennek a választásnak köszönhetően kerültek az országba az első nyugati számítógépek, hifi tornyok és mikrocsipek. Magyarország csak emiatt lehetett a legvidámabb barak. Eltartott egy ideig, de végül a kolumbiaiak már nem tudták beszerezni a drogot, sem a magyaroktól, sem más európai nemzetektől. Mivel a kartell nem tudta már, hogy mit léphet és kihez fordulhat, így kénytelenek voltak feladni. Győztünk. Vagy mégsem. Magyarország még évekig csempészte a kábítószernek minősített kvalúdot, csak az Egyesült Államok helyett most már a Távol-Kelet felé. Persze Amerika sem ünnepelhette sokáig győzelmét. Bár a metakvalon legális és illegális forgalmát felszámolták, a tengeren túli fekete piacon hamar megjelent a pszichoaktív szer járványszerűen elterjedő módosítása, amit úgy hívtak, hogy metamfetamin.